Egy kis plusz ráadás a téli műfűves hétvégi találkozók között egy edzőmeccs, amit visszatérő módon leszoktunk játszani a szomszédváros Százhalombatta csapatával. Ők egyébként új vezetéssel, friss energiával új alapokra kívánják helyezni a focit a Kémények városában. A jelenleg a Pest vegye 2-ben vitézkedő társaság nagy terveket sző, pár év alatt szeretnének jelentőset lépni és osztályt váltani. A szerdai találkozóból lenyomatot kaphattak, hol tartanak és mit kell még átformálni ehhez a sikerhez, és mi is töltekezhettünk természetesen. A placot már ismerjük, ez a Martonvásári műfüves. 8. perc, Regi dobja a szélre, beadás pedig György trükkösen alakítja gólhelyzetté, nem sok híja van. Búzás kaplabdát Szemfüles Györgynek jó, de még éppen időben ment a battai védő, de így is majdnem gól. Egy fájdalmas jelenet bónuszpasszol Reginek, aki a földre rogy fordulás közben súlyosnak tűnik, és azóta sajnos ki is derült, hogy az a kinizsi kiválósága, aki lesz szakadás szenvedett, szomorú, de a játékos futball jövője kérdésessé vált. Azóta megműtötték Ondreskát, bízunk a mielőbbi gyógyulásában, sajnos ez reálisan 5-6 hónapot is igénybe vehet. Feljegyezhetjük az első gólt, juhászat pontos labdát Kuninak, aki kicsit bolondítja a védelmet és ügyesen pofoz a hosszúba. Itt felírhattuk volna az újabb találatot Kuninak, az előzmény André adja Györgynek, aki jól veszi észre a gólfelelőst, ezúttal azonban nem zörren a háló. Lakjobb küllővel Györgynek, jó lehetne a lövés, de ki tud maradni, csak úgy, mint André lövése a második vonalból. Nem volt kint a zsuga, itt is rendben a középre rendezés, ha jól látom, nagy volt, aki nem sokkal küldte a léc fölé. Ebben elsőre nem volt túl sok, Kun küldi kapura, nem igazán jó, de a battai hálóört megtréfálja, mintha forró krumplit fogott volna. Fordulunk, Kun távoli lövésével nyitunk, miután megkapja a bogyót, Laktól megforgat pár védőt, majd rászúrja, jól hárít a Százhalombattai kapus. Juhász is kedvet kap, ő is megcsinálja a kötelező cseleket, hogy tisztuljon a kép, de ez túlságosan kézre áll a sárgák hálóőrének, nem volt helyezve. Ebből jöhet Búzás szöglete, Kuni kiszabadítja magát a szorításból, és hihetetlen milyen könnyedén tör kapura, majd passzol, Juhász ezt most kihagyja. Ez ígéretes a másik oldalon, ha jól látom, akkor Nagy Andráshoz írhatjuk fel ezt az indítást, Tóth be is veszi a kaput, de lesen kapta a labdát, jön a sípszó. Növeljük az előnyt, Kun remek labdájából ugrik ki Lak, középre passz, Györgynek nincs nehéz dolga. Ez a hatástalanított támadás éled újra, amikor Lakatoshoz visszapattan a labda, Kovács Norman remekel. Mutatunk még egy Norman védést egy eladott labdából, adódik a helyzet, aztán jöjjenek a gólok, Lak ugrik ki, György lövése a kapus hárét félig, de aztán egy kis ügyetlenkedés után sikerül a saját kapuba bekeverni, vagy mellé rúgni a labdának. Ezt Nagy követi el. Itt van még egy jó lefülelt labda, amit Lak kínál fel Kunnak, nem hiába. Somáltali mentés sarokkal Búzás Györgynek, ez is megzörrenti a hálót. És akkor még egy Joel Lak André akcióból menetrend szerint jön György, ez is rendben van, ennyi volt a fockó, ezzel futunk neki a hétvégének, méghozzá ugyanitt, és akkor már a csoport második martoniakkal a téli műfüvesen. Kondreskának még egyszer gyors fellépülést kívánunk, hajrá Kinizsi!